Hello, sziasztok! Ketogén diét alatt mit érdemes inni? A cukormentes üdítőn, illetve hát a vízen kívül, mert a víz az muszáj, de ugye cukormentes üdítővel boldogítod magad. Na, szóval itt egy 3,5 feles tej, egy 10-es Lidlis, nem, egy 10-es Penis, mi ez? Főzőtejszín, egy Lidlis 12%-os kávétejszín, és egy Aldis 30%-os habtejszín. Na most az ugye egyértelmű, hogy a 3,5 felesbe a 100 g-ból 3,5 a zsír, 100 g-ból a 10-esbe 10 a zsír, ebbe 12, a 12-es és 30. Eddig ez tiszta. Viszont nézd csak a szénhidrát plusz cukor, ami ugye mind a kettő tilos, meg a fehérje, ez a 4,6 meg 3, ez már 7,6 g. Nekünk nem való káros anyag. Azt mondja, itt a szénhidrát 4,1, ugye kicsit kevesebb, na menj vissza, és 2,9, egy kicsivel visszaesettebb, viszont a zsír az háromszorosa, szóval itt jelentős a javulás, hogyha egy 10-es főzőtejszínt iszol, és a kávétejszín, amiben 8, hol van, 4,3 a szénhidrát, és 3 a fehérje, ez ugyanaz majdnem. Ugye? Egy picivel több, viszont annyival több a zsír is, szóval nem vagy előrébb. Az igazi változás itt van a 30%, 30 g zsír, szénhidrát 3, 2, fehérje 2, 2, összes 5,4. Szóval ebből az is kevesebb, ami nem kell, kevesebb a káros anyag, és több a hasznos. Úgyhogy habtejszín, azt kell innod. De hát a király még mindig a töpörtyű, egészségetekre. Állandóan zsír, iratkozzatok fel!